Ígérd meg, hogy mindig emlékezni fogsz. Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled. Mondta Mici Mackó. Bátor, erős, és főleg okos tanítványaink, szeretettel köszöntünk e várva várt napon. Ugyanakkor szeretettel köszöntünk minden jelenlevőt ma a 2022-23-as tanév évzáróján. Ünnepi összejövetelünk kiemelő mozzanata a 4. osztály búcsúzása. Várjuk szeretettel a színpadra a 4-eseket! Ballagási vízbe öltözötten látni a színpadon. Most átadom a szót iskolánk igazgatónőjének, mondja el köszöntő beszédét. Kollégák, szülők, drága diákok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2022-2023-as tanév elemi osztályainak évzáróján és egyben a 4. osztály ballagásán. Újból ünnepelhetünk a régen megszokott keretek között. Köszönettel fogadom és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, megköszönve, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Szívből gratulálok az elemi osztályok diákjainak, akik ebben a tanévben is bebizonyították, érdekli őket a tanulás és a csapatmunka, de legfőképpen a baráti kapcsolatok fenntartása. Köszönjük a tanítónénik lelkes és odaadó munkáját. Köszönjük, hogy fáradtságot nem ismerve foglalkoztak az Önök gyerekeivel. Köszönettel tartozom a kedves szülőknek is, akik merték rábízni gyerekeiket a tanítónénikre, és a Kemény Zsigmond Elméleti Liceumba hozták őket tanulni. Ebbe az intézménybe, amely Erdélyben a legkorszerűbb és modern eszközökkel ellátott. Újból köszönjük a Téka Alapítványnak, hogy továbbra is támogat minket, nem csak átadta nekünk az épületet. Biztatok minden szülőt, hogy továbbra is engedjék meg gyerekeiknek, hogy itt, ebben az intézményben folytassák tanulmányaikat, mert az intézmény tanári kara és lelkesen fogadja őket, és továbbra is arra fog törekedni, hogy jó eredményekkel büszkélkedjenek, és Önök büszkék legyenek rájuk. A 4. osztály ballagására készülve megköszönöm a 3. osztály búcsúztató előadását és a tanítónénik segítségét. Egy ballagási esemény mindig érzelemmel tele gondolatokat vált ki mindnyájunkból. Kedves ballagók, a ballagás egy emlékezetes, örömteli pillanat, de nem az elválást jelenti számotokra, hanem az élet egy új korszakának kezdetét, melyben emelt fővel kell átlépni és bizakodva előre tekinteni. Kedves negyedikesek, kis madárfiókaként hoztak ide szüleitek 5 évvel ezelőtt. Évente láttuk, hogy növekedtek. Megjelennek a kis tollaitok, erősödtök, és egyre jobban bátorodtok.
Most itt a pillanat, hogy kilépjetek az első iskolai kis fészekből, és kicsit átrepüljetek a fészek közelében lévő nagyobb ágra, majd onnan később még felsőbbre. Ne féljetek! A kis fészek a közelben marad. És ha néha bátorításra, ölelésre lenne szükségetek, rövid időre vissza lehet köszönni, de mindezeket a tanároktól és az osztályfelnőttől is meg fogjátok majd kapni, mert mi minden alkalommal saját gyerekeinként tekintünk rátok, és úgy is nevelünk, oktatunk, intünk, ápolunk és tanácsolunk titeket. Biztosíthatom a kedves szülőket, hogy tanár kollégáim és a tanítónénik minden alkalommal nem csak a tudásukat adták át a diákoknak, hanem emberség szempontjából is igyekeztek nevelni őket. Ezt biztos tovább fogják vinni a gyerekek magukkal. Magam és kollégáim nevében gratulálok minden diáknak, kívánunk nekik továbbra is vidám gyermekkort, békés vakációt, és visszavárunk ősztől a suliba. A negyedikeseknek utolsó gondolat. Minden kismadárnak bizonytalan az indulás, de legyetek erősek, bátrak és kitartóak, mert mindannyian szülők, tanítók, tanárok felügyeljük lépéseiteket. Isten óvjon mindannyiótokat továbbra is. Ezután kérjük a harmadikosokat, búcsúzzanak el kisiskolánk nevében az ünnepeltektől. Tudod mit, fiam? Kvártyazd be magadod a kuckóba. Úgyis jó meleg van ott.
ilyen vicebóca vagyok. Hát persze, fiam, de ennem is kell valamit, de hát van mit tennem. Tanító, kérem, ez nem jó. Kék a kárka, kék a hegyek, kőszakállam. Kék a kövén, kék a kárka, kék a hegyek, kőszakállam. Apám nekem adta a lepváros részét, de már régen meghalt, amikor a bánya felrobbant. Én bányamérnök leszek, amikor nagy leszek. Az én apám meg szívjon. Ezt a ködmönt ő adta. Szép ködmönt. Elhozzam, meg is aranyoztam, szív küldi komának, küldje vissza a komának. Itt a köcsög, mi van benne, aranyalma, aranykörte, add tovább, te meg fizesd a zárát. Itt a köcsög, mi van benne, aranyalma, aranykörte, add tovább, te meg fizesd a zárát. Itt a köcsög, mi van benne, aranyalma, aranykörte, add tovább, te megfizess a zárát. Itt a köcsög, mi van benne, aranyalma, aranykörte, add tovább, te megfizess a zárát. Itt a köcsög, mi van benne, aranyalma, aranykörte, add tovább, te megfizess a zárát. Hallottátok hírét, hogy a szomszéd negyedik osztályban lak? Gyertek, varjunk neki kis jó kívánságokból, kincskereső kisködmönt. Azt kívánom nektek, hogy ne izguljatok az ötödik osztályra. Én azt kívánom nektek, hogy legyen sok barátokon. Én azt kívánom nektek, hogy legyetek kedvesek egymással. Azt kívánom nektek, hogy legyetek egészségesek. Azt kívánom nektek, hogy legyen mindig önbizalmatok. Azt kívánom nektek, hogy legyen szerencsétek. Azt kívánom nektek, hogy sose érzem. Azt kívánom nektek, jó tanulok. Azt kívánom nektek, hogy szeressétek az iskolát. Azt kívánom nektek, hogy lehetek bölcsek és nőttetek okosnak. Azt kívánom, hogy legyetek boldogok. Azt kívánom nektek, hogy legyetek boldogok. Azt kívánom nektek, hogy legyetek bátrak. Én azt kívánom nektek, hogy mondjatok mindig az azt kívánom nektek, legyen sok jó jegyetek. Azt kívánom nektek, hogy legyetek ügyesek. Én azt kívánom nektek, hogy legyetek ügyesek. Biztassátok egymást. Azt kívánom nektek, hogy legyen sok jó tanárotok. A domb tetején álltok, és még előttetek áll a hegy. Én azt kívánom nektek, hogy lehetesen mászátok, hogy ha rossz idő van, játszani szeretnétek, mindig visszavárunk.
legyetek búcsúzása következik. Tanító néni, kérem, miért kell a papucsot a lábon tartani?
türelmesen sorunkra várni, az ebédet mind megenni, kérdezte Gergő beletörődve. Szerintem néni, kérem, miért kell mindig jelen lenni, online tanulni, maszkot hordani? Kérdezte Csanán bánatosan. Tanító néni, kérem, miért kell rendet tartani? Kérdezte Gáspár kíváncsian. Miért kell szépen játszani? Kérdezte Robi kíváncsian. Mindent megtanul, mire felnőtt, mindent megtanul, mire felnőtt, elfelejti már, hogy volt idő, mikor még kérdezett, mikor válaszra vár, és az nem volt mindig érthető. Mire Yeah.
jártunk itt, kinőttük a kis sulit. Hiányozni fog, persze, mi nagyon szeretjük az elemit. Hiányolni fogjuk osztálytagunk, a közös olvasást, a rengeteg játékot, sok érdekes bulit. Mi nagyon szeretjük az elemit. Élvezzük tanítóink szeretetét, hallgattuk értékes tanácsait. Mi nagyon szeretjük az elemit. Itt hagyjuk megszokott tárgyaink, maradjanak kicsiknek játékaink. Mi nagyon szerettük az elemit. A búcsúzás mindig elszomorít. Ne sírj, anyukám, ez a ballagás csak a második. Mi nagyon szerettük az elemit. Kár, hogy menni kell, de nem maradhatunk itt. Ígérjük, hogy gyakran visszatérünk, mert mi nagyon szerettük az elemit. Mi nagyon szerettük az elemit. Most búcsúzunk. Jön a sok változás. Van egy pár ötletem, hogy ezentúl mi lesz más. Komolyabb leszek, mert komoly egy gyerek, ha felsős iskolás. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Más lesz a hely, más lesz a terem. Sok minden mással lesz tele a fejem. Tanítóhelyet, osztályfőnök vár minket. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Nem szomorkodom, nem félek, hanem folyton reménykedek. Bátran, kíváncsian, előre tekintek. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Emlékeztek még? Óvodából kisgyerekként kicsit félve, de izgatottan léptünk a tudástadó épület felé. Kíváncsian érkeztünk minden egyes nap, hogy a tanítónénik szeretettel okítsanak. Megtanultunk olvasni, számolni, írni és rajzolni. Minden alapot megkaptunk, hogy évről évre, osztályról osztályra haladhassunk előre, és végül eljuthassunk ide, a ballagásunk idejére. Közben sok minden kiderült rólunk. Személyiségünk, létünk és néha kudarcunk. De a lényeg, mindenkiben van valami jó, valami kibontakoztatni való. Ezt ki hogy kamatoztatta. Volt, aki tudás legjavát adta, ki maták versenyen, ki atlétikán, vagy egy irodalmi nő szavalatán. Volt, hogy győztünk, volt, hogy nem. De készültünk és részt vettünk. Nagy tanítás van benne. A sok tanulás mellett azért szórakoztunk is eleget. Emlékeztek még? Hát hogy ne? Nem is volt az még olyan régen. Az osztálykirándulásokra, a farsangi bulikra, vagy erdélyi látnivalóira. Szép emléket ezek. Ne csüggedjünk. Lesznek még. Itt állunk szépen ünneplőbe öltözve, bizakodva tekint mindenkitünk a jövőre. Cserélünk épületet, ahol ezentúl tanulunk majd tovább. Kirajzolódik bennünk egy szakma iránti tisztelet, melyhez az útunk kicsit hosszú, de ki kell tartani, hogy jó szakemberekké válhassunk. Körbenézünk. Mindenki minket ünnepel. A családunkat büszkeség tölti el. Egy mérföldkőhöz érkeztünk. S talán meg is könnyezünk, de búcsúznunk kell most. Az iskolától, a tanítóktól és a barátoktól. Egy új fejezet kezdődik az életünkben. Addig is boldog nyári szünetet kívánunk! Kedves harmadikosok! Köszönjük, hogy mellettünk álltatok e jelentős pillanatban, ti, akik négy éve társaink vagytok. Folyosón, udvaron, ebédlőben, kirándulásainkon, iskolán kívüli tevékenységeink során. Ti és mi egy nagy család. Ahogy a családon belül, mi is különbözőek vagyunk. Meggyőződésem, hogy sosem leszünk egyformák, és pont ez a szép benne. Van a te világod és az én kis világom. Néha találkozunk és egymásra csodálkozunk. Nézd, pont olyan vagy, mint én. Vagy éppen teljesen más. Tőled és tőlem szép színes a világ. Isten hozzátok, barátok,
iskolatársak. Arcotokon elidőzik még a szemem, mint májusi esőcsepp a levélereken, mielőtt feltámad a szél. Most, mikor látjuk a búcsúcsokrot a kezetekben, sajnáljuk és szomorúság csillan a szemünkben, hogy életünknek e szakasza lezárodott. Tétovázunk egy kicsit, szívünk visszahúz, de lelkünkben titok van. Büszkék vagyunk, mert jövőre mi leszünk majd azok, akik hírnevet, rangot, vízhangot hozunk majd az iskolákra. Ránk ezek a harcok várnak. Szurkoljatok nekünk, ahogy mi is nektek, és jövőre majd ötödikesekként állunk a serethez. Beültettem kis kertemet 2018-ban rózsa, szegfű, liliom és rezedával. Ki is nyíltak egyenként? Ki hamarabb, ki később? Ki alacsonyabb maradt, ki magasabbra nőtt? Volt több vízre szomjazó, volt simogatásra éhesebb. Egyesek színesebbek, mások szerényebbek, de mind szeretni való értékes egyed. Ápolt és szép kertnek lettünk büszke kertészei, olyan kerté, amelyet egészében tartunk szépnek. Mindez megvalósult úgy, hogy 5 év során a mindennapok viszontagságai befolyásolták ugyan a fejlődés folyamatát, ám de rendelkezésünkre álló eszközök által a problémák feledésbe merültek, és örökre megmaradnak a napsugaras emlékek. Kinyílott virágainkat el szeretnénk adni mind. Nem el, hanem át. Nem szívesen. Halasztanánk, ha lehetne, hogy mi büszkélkedhessünk velünk ezután is, de az is boldogság számunkra, ha mások számára is örömforrást jelentenek. Így legyen. Kiskertünk ékességei, még egy utolsó áttekintés. Rózsák, itt vagytok? Krisztina, Júlia, Izabella, Eduard, Zsófia, Tóni. Szegfők, jelentkezzetek! Gergő, Andrea, Csaba, Borbála, Adrien. Liliomok, ti jöttök? Cynthia, Tímea, Viktória, Renáta, Csanád. Rezedák, mutatkozzatok be! Dorian, Lona, Robert, Adél, Dávid. Szép csokor lett, büszkék vagyunk rátok. Drága 22 gyermekünk! Áldás következik. Legyen időd a munkára, ez a siker ára. Legyen időd a játékra, ez az örök ifjúság titka. Legyen időd nevetésre, ez a lélek muzsikája. Legyen időd a gondolkodásra, mert ez az erő forrása. Legyen időd az olvasásra, ez a bölcsesség alapja. Legyen időd, hogy kedves légy, ez a boldogsághoz vezető út. Legyen időd az álmodozásra, kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. Legyen időd, hogy körülnéz, túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. Legyen időd, hogy szeress, és téged is szeressene. Ez isteni kiváltság. Thank you.
Kérjük Melinda és Angi tanítónéniket, díjazzák a végzős diákokat. A negyedik osztályos tanulók díjazása következik. Első díj, Bájas Krisztián. Első díj, Bálint Júlia. Ugyancsak első díj, Balla Izabella Melinda. És tovább nem mondja, mindenki első díj. Bancs Eduard. Megpusztunk a végén, jó? Butuza Zsófia, ugyancsak. Enyedi Tóni. Hányadi Tóni. Első. Fekete Laki Gáspár. Neked is. Sok szeretet. Filip Gergő Márton. Harangozó Andrea. Jakab Csaba Máté. Juhos Borbála. Kis Antónia Adrien. Kisari Szintia. Láposi Tímea. Lapuhos Viktória Kamilla. Jó, gyere, elveszük, hogy ne kívülkál, jó? Sükös Renáta. Szabó Csanád. Szabador Ján. Ő szegény megkapja később. Szegedi Lorán András. Székely Róbert Rihárd. Cégér Adél, Beati. Kezdett búcsúzása következik. Thank you.
külön is, bár sok minden szabad. Ez a csapat úgyis együtt marad. Megyünk egymás után, ez egy kis szabadság. A kezed nyújtott, mert túl meredek. Ennyi elég, hogy megszeresselek. Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rám. Hosszú hajadba fénylik a szél. Hányat fekszünk a fű égig ér. Egy kis lázadás, egy osztálykirándulás. Ne rontsd el az örömünk, úgyis nem sokára eltöltözünk, és pár év után alig ismerhetsz ránk. Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok, s ez végállomás, egy osztály kirándulás. Mire
sok válaszolatlan maradt. A dal ígérete az, hogy mire felnövünk, mindent megtanulunk, de az emelkedésünk szellemiekben, érzelmekben, életünk végéig tart. Egy részét tapasztaltuk már. Egy jó iskola sok tudáskaput kinyit. Egy jó tankönyv kutakodásra buzdít. Egy jó irka helyes íráshoz elsegít. Egy jó tanuló osztályközösséget erősít. Egy jó barát a bajban kisegít. Egy jó gyerek helyet szentesít. Egy jó felmérő sok ráncot kisírít. Egy jó szünet gondoktól megszabadít. Egy jó játék erős csapatot épít. Egy jó csapat összetartást bizonyít. Egy jó kirándulás látókört távít. Egy jó testedzés izmodba tetterőt feszít. Egy jó életmód egészséget biztosít. Egy jó ének hangulatot megjavít. Egy jó hangulat szenvedéstől mentesít. Egy jó szülő boldog gyermekkort biztosít. Egy jó tanító 5. osztályra felkészít. Szerettük az elemét. A búcsúzás mindig elszomorít.
Ne sírj, anyukám, ez a ballagás csak a második. Mi nagyon szeretjük az elemet. Kár, hogy menni kell, de nem maradhatunk itt. Ígérjük, hogy gyakran visszatérünk, mert mi nagyon szeretjük az elemet. Mi nagyon szeretjük az elemet. Most búcsúzunk. Jön a sok változás. Van egy pár ötletem, hogy ezentúl mi lesz más. Komolyabb leszek, mert komoly egy gyerek, ha felsős iskolás. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Más lesz a hely, más lesz a terem. Sok minden mással lesz tele a fejem. Tanítóhelyek, osztályfőnök vár minket. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Nem szomorkodom, nem félek, hanem folyton reménykedek. Bátran, kíváncsian, előre tekintek. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Tulajdonképpen én várom az ötödiket. Itt állunk a ballagásunkon. 5 év emlékei jönnek elő a mai napon. Emlékeztek még? Óvodából kisgyerekként kicsit félve, de izgatottan léptünk a tudástató épület felé. Kíváncsian érkeztünk minden egyes nap, hogy a tanítónénik szeretettel okítsanak. Megtanultunk olvasni, számolni, írni és rajzolni. Minden alapot megkaptunk, hogy évről évre, osztályról osztályra haladhassunk előre, és végül eljuthassunk ide, a ballagásunk idejére. Közben sok minden kiderült rólunk. Személyiségünk, létünk és néha kudarcunk. De a lényeg, mindenkiben van valami jó, valami kibontakoztatni való. Ezt ki hogy kamatoztatta. Volt, aki tudás legjavát adta, ki maták versenyen, ki atlétikán, vagy egy irodalmi mű szavaratán. Volt, hogy győztünk, volt, hogy nem, de készültünk és részt vettünk. Nagy tanítás van benne. A sok tanulás mellett azért szórakoztunk is eleget. Emlékeztek még? Hát hogyne? Nem is volt az még olyan régen. Az osztálykirándulásokra, a farsangi bibikra, vagy erdélyi látnivalóira. Szép emlékek ezek. Ne csüggedjünk. Lesznek még. Itt állunk szépen ünneplőbe öltözve, kibizakodva tekint mindenkitünk a jövőre. Cserélünk épületet, ahol ezentúl tanulunk majd tovább. Kirajzolódik bennünk egy szakma iránti tisztelet, melyhez az útunk kicsit hosszú, de ki kell tartani, hogy jó szakemberekké válhassunk. Körbenézünk. Mindenki minket ünnepel. A családunkat büszkeség tölti el. Egy mérföldkőhöz érkeztünk. S talán meg is könnyezünk, de búcsúznunk kell most. Az iskolától, a tanítóktól és a barátoktól. Egy új fejezet kezdődik az életünkben. Addig is boldog nyári szünetet kívánunk! Kedves harmadikosok! Köszönjük, hogy mellettünk álltatok egy jelentős pillanatban, ti, akik 4 éve társaink vagytok. Folyosón, udvaron, ebédlőben, kirándulásainkon, iskolák kívüli tevékenységeink során. Ti és mi egy nagy család. Ahogy a családon belül, mi is különbözőek vagyunk. Meggyőződésem, hogy sosem leszünk egyformák, és pont ez a szép benne. Van a te világod és az én kis világom. Néha találkozunk és egymásra csodálkozunk. Nézd, pont olyan vagy, mint én. Vagy éppen teljesen más. Tőled és tőlem szép színes a világ. Isten hozzátok, barátok, iskolatársak! Arcotokon elidőzik még a szemem, mint májusi esőcsepp a levélereken, mielőtt feltámad a szél. Most, mikor látjuk a búcsúcsokrot a kezetekben, sajnáljuk és szomorúság csillan a szemünkben, hogy életünknek ez szakasza lezárodott. Tétovázunk egy kicsit, szívünk visszahúz, de lelkünkben titok van.
Büszkék vagyunk, mert jövőre mi leszünk majd azok, akik hírnevet, rangot, vízhangot hozunk majd az iskolánkra. Ránk ezek a harcok várnak. Szurkoljatok nekünk, ahogy mi is nektek, és jövőre majd ötödikesekként állunk a serethez. Beültettem kis kertemet 2018-ban rózsa, szegfű, liliom és rezedával. Ki is nyíltak egyenként? Ki hamarabb, ki később? Ki alacsonyabb maradt, ki magasabbra nőtt? Volt több vízre szomjazó, volt simogatásra éhesebb. Egyesek színesebbek, mások szerényebbek, de mind szeretni való, értékes egyed. Ápolt és szép kertnek lettünk büszke kertészei, olyan kerté, amelyet egészében tartunk szépnek. Mindez megvalósult úgy, hogy 5 év során a mindennapok viszontagságai befolyásolták ugyan a fejlődés folyamatát, ám de rendelkezésünkre álló eszközök által a problémák feledésbe merültek, és örökre megmaradnak a napsugaras emlékek. Kinyílott virágainkat el szeretnénk adni mind. Nem el, hanem át. Nem szívesen. Halasztanánk, ha lehetne, hogy mi büszkélkedhessünk velük ezután is, de az is boldogság számunkra, ha mások számára is örömforrást jelentenek. Így legyen. Kiskertünk ékességei, még egy utolsó áttekintés. Rózsák, itt vagytok? Krisztián, Júlia, Izabella, Eduard, Zsófia, Tóni. Szegfők, jelentkezzetek! Rászlán, Gergő, Andrea, Csaba, Borbála, Adrián. Liliomok, ti jöttök? Cynthia, Tímea, Viktória, Renáta, Csanád. Rezedák, mutatkozzatok be! Dorian, Lónán, Robert, Adél, Dávid. Szép csokor lett, büszkék vagyunk rátok. Drága 22 gyermekünk, áldás következik. Legyen időd a munkára, ez a siker ára. Legyen időd a játékra, ez az örök ifjúság titka. Legyen időd nevetésre, ez a lélek muzsikája. Legyen időd a gondolkodásra, mert ez az erő forrása. Legyen időd az olvasásra, ez a bölcsesség alapja. Legyen időd, hogy kedves légy, ez a boldogsághoz vezető út. Legyen időd az álmodozásra, kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. Legyen időd, hogy körülnéz, túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. Legyen időd, hogy szeress, és téged is szeressenek. Ez isteni kiváltság. Yeah.
Kérjük Melinda és Angi tanítónéniket, díjazzák a végzős diákokat. A negyedik osztályos tanulók díjazása következik. Első díj, Bájas Krisztián. Szintén első díj, Bálint Júlia. Ugyancsak első díj, Balla Izabella Melinda. És tovább nem mondja, mindenki első díj. Bancs Eduard. Megpusztunk a végén, jó? Butuza Zsófia, ugyancsak. Enyedi Tóni. Hányadik díj? Első. Fekete Laki Gáspár. Neked is. Sok szeretet. Filip Gergőt Márton. Harangozó Andrea. Jakab Csaba Máté. Juhos Borbála. Azt hiszem, hogy kettő adok. Tessék. Kis Antónia Adrien. Kisari Szintia. Láposi Fímea. Lapuhos Viktória Kamilla. Jó, gyere, elveszük, hogy ne kívülkál, jó? Sükös Renáta. Szabó Csanád. Szabó Orián. Ő szegény megkapja később. Szegedi Lorán András. Székely Róbert Rihár. Cégér Adél, Beatrix. Sok versenyen vettünk részt, és ezért néhány gyereknek külön díj jár, olyan gyerekeknek, akik megyei szinten, vagy országos szinten nagyon ügyes eredményeket értek el. Az egyik egy ügyes kislány, a sok közül, Zsófi, Butuza Zsófia, ő az őszi rózsamép dalvetélkedőn képviselt minket, ahol második díjat kapott. A Kriza János mesemondó versenyen megyei szakaszon harmadik díjas lett, a Könyedi Sándor szavaló verseny országos szakaszán dicséretet kapott. Gratulálok! Másik kislány, a Juhos Borbála, aki az Őszi Rózsa névtől vetélkedő arany hangja lett első díjasnak. Gratulálok! És a harmadik Adrien, vagyis Kis Antónia Adrien, aki a megyei fürkész helyesírás vetélkedő első díjasa lett. És képviselt minket. Thank you.
A következőkben minden ügyes kisiskolás nagyon megérdemelt jutalmát veheti át tanítónénitől. Életükben először kapnak jutalmat a 2022-23-as tanév előkészítő osztályos tanulói, aztán sorban a többi osztály. Elsősorban gratulálunk a negyedikeseknek, harmadikosoknak, nagyon-nagyon ügyesek vagytok, sok sikert kívánunk nektek. És akkor most gratulálunk a kicsi előkészítősöknek, hát engedjétek meg, hogy mondjuk el nektek, hogy nagyon ügyesek és nagyon türelmesek voltatok. Tudom, hogy most már szomjasok vagytok, fáj a lábatok, minden bajunk van, de nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Gratulálunk nektek, és akkor minden ügyes gyereknek jár egy jutalom, így van? Jó, akkor most ABC sorrendben fogunk titeket szólítani, és szépen egyenként kijöztök, és átveszitek a jutalmat. És gyönyörű vakációt kívánok nektek! Balázs Bécsi Ágnes, hatalmas tapsol! Balázs Bécsi Lilla, hatalmas tapsot Bálint Krisztinának is. Balló Aliz. Hatalmas tapsot Barabás Eszternek is, és erre gyertek, hogy lássák, hogy mekkorát lőttünk szeptember óta. Batisz Patrik. Roli, Keca Roli, nincs. De azért a tapsot ő is megérdemli. Köszönjük szépen! Fodor Viola. Cserei Katának is gratulálunk, és nagy tapsot. Bocsánat, Cserek. Hideg Csenge Debora. Jakab Dominak gratulálunk. Janko Evódia. Katona Elizának gratulálunk, legtöbbször neki. Kolcsár Péter. Lábosi Hideg Ingridnek is gratulálunk. Möhölján Janisz. Máté Anitának gratulálunk. Nagy Kristóf. Orbán Hannának is gratulálunk. Szabó Noa. Sallai Magornak is nagy tapsot, és gratulálok neki. Nagyon szívesen. Székely Vihár. Szobáti Adriennek is gratulálom neki.
Szövérfi Patrik. Tasnádi Tamásnak gratulálunk és nagy csapra kérünk. Vajda Zoárt. Beres Antóniának is gratulálunk. Víg Márton. Nem utolsó sorban Zsoldoly Zalának gratulálok, nagy csapcsor! És kellemes vakációt nektek! Csak a negyedikesek és az előkészítősök voltak ügyesek, az elsősökről is ugyanazt mondhatjuk el, egy szuper társaság volt, egy nagy család voltunk, ugye sok-sok testvérrel, aki szeretjük egymást, és már alig várjuk, azt mondták, hogy alig várjuk, hogy találkozzunk ősszel, amikor már másodikosok leszünk. Kívánunk mindenkinek kellemes vakációt, és ugyanúgy, mint a többiek, nálunk is mindenki első díjas lett. Nagy tapsot kérünk mi is nekik. Andacs Dávid, nincs, de hiányzik, és gyógyulást kívánunk neki. Bihari Áron várunk szeretettel, az első díjadat vedd át. Itt gyertek elő, kérlek szépen, jó? Borzási Mária. Kívánsa. Brehár Mátyás. Bucsár Kinga. Ferenc Erik Marian. Filip Renáta. Fodor Robert. Még egy tapsot kérünk. Guti Ingrid. Haraklányi Henrik Nikolász. Hunyadi Izabella. Hitikás Roland. Kaszás Soma. Kötő Hanna. Köszi Fruzsina. Nagy Antal. Orbán Nóra. Pál Patrik. Szipos Milán. Szabó Kende.
Kányi Hanna. Tasnádi Milán. Timár Artur. Tamás Joram. Szofi, Varga Szofi hiányzik, de megtapsolhatjuk. Vincelér Dániel. És nem utolsó sorban, Zsekán Ákos. Kellemes vakációt, kedvesek! És akkor következzenek a legügyesebb másodikosok. Szeretettel gratulálok mindenkinek. Nagyon ügyesen teljesítettek az idei tanévben, megérdemlik mindnyájan a díjakat és az okleveleket. Gratulálunk nektek! Jöjjön akkor Borz Rebeka Mária. Oda jött! Kessa Barbara hiányzik. Kipor László. Csicsovjál Luká. Felföldi Áron. Gál Hanna. Harangozó Márk János. Hideg Máté Krisztián. Gyere, Máté. Jó Abigél. Jakab Aliz Éva. Kis Réka Anna. Kolcsár Eszter. Kötő Heidi. Lapos Hideg Tímea. Láposi Hideg Antónia. Lukács Már. Nagy Benjamin Károly. Nagy Péter, Posta Eliza, Réti Richard Olivér, Szabó Inga, Sipos Zoár, Sós Ágnes Tamara. Gratulálunk neked! Szegedi János Dávid. Szobáti Márton Roland. Tasnádi Rebeka. Varga Aliz Ágota. Vince Klára Petra. És akkor egy külön díjat szeretnék átadni Sipos Zoárd részére, aki a Mostói Rigó megyei szavalóversenyen második díjban részesült és képviselte osztályunkat. Gratulálunk, Zoárd, nagyon ügyes szavaló voltál. Mindenkinek szeretettel gratulálok, és kívánok egy nagyon szép
vakációt. Gratulálunk a negyedikeseknek, gratulálunk minden kisiskolásnak, és azért maradt a harmadik az utolsó osztály, mert most már mi vagyunk a legnagyobbak és a legügyesebbek. Azt mondták, hogy ez így igaz. És akkor olvasom az összes első és legjobb és legvagányabb tanulónk nevét, és kérjük egy nagy nagy tapsot mindenkinek. Ágoston Márk. Balla Artúr. Balla Nándor. Barta Márk. Prehár Márk. Kolcserjú Márk. Filep Boglárka. Fodor Harmati Bence. Kassa Lilla. Kerner Márk. Lapohos Milán. Máté Edmond. Orbán Eszter. Pál Noel. Pop Kevin. Szabó Pop Ingrid. Sós Rebeka. Szikó Noémi. Székely Ákos. Szobáti Vivien. Veres Csaba. Gratulálok. Nekünk is van egy külön díjunk, sok-sok versenyen vettünk részt, hol előbbre, hol hátrébb helyezkedtek el a diákok. A megyei első díjat az Aranka György gyermivel versenyen Orbán Eszter szerzett, és neki külön gratulálok. Köszönjük szépen! Ünnepi összejövetelünk végére érkeztünk. Mindenkinek élményekben gazdag, ugyanakkor pihentető nyári vakációt kívánunk. Viszontlátásra!